a minden körülmények között való kitartás és helytállás az egyedüli módja annak, hogy kisebbségi létben megmaradhassunk. Ez az épület a haláltorkából lesz visszarántva. Egy ilyen emlékműből szerettük volna az újrakezdés és valamiféle jövőbe mutató kohézió gondolatát elindítani. Az idei rendezvény minden várakozásunkat felülmúlta. Eddig az államigazgatás teljes csődjét láthattuk a Sajó katasztrófa körül. A jogvédő aktivista, értékmentő, a Szinemetó Egyesület elnöke, a 2022-es Sajó katasztrófa elleni küzdelem egyik vezetője, a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom egyik alapítója, Nyitra megyei képviselő, a Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, 14 éven át Szlovákia legnagyobb magyar rendezvénye, a Gombaszögi nyári tábor főszervezője. Idén kiváló teljesítményeiért Highlights of Hungary díjat kapott. Civilben gyűjtő és felvidéki lokálpatrióta. Ő orosz őrs. Éppen itt Somodiba, ahol most állunk, itt voltam először művelődési táborba 3 évesen 1988-ban. Meghatározó élmény volt. Az Adi klubból arra az időszakra emlékszem legszívesebben, mikor a klubnak az alelnöke voltam. Volt egy szuper jó csapat. Akkor Prágában mindenkit fűtött valahol a honvágy, meg a hazaszeretet. Magyar gyerekek voltunk, felvidékiek. Meg volt egy állandósuló csapat. Ezekben a berkekben kezdett aztán kicsit vegyítve a Fórum Intézettel, ahol elkezdtem dolgozni az egyetemi évek után. Tehát az ott megszerzett tudással, meg az ott fölmerülő ötletekkel ötvözve álltunk össze kétnyelvű Dél-Szlovákiává, kiharcoltuk a vasúti kétnyelvűséget. Gombaszögön összeállt egy csapat, mostanra mondhatom, hogy a cserkészet után a második legnagyobb ifjúsági mozgalom felvidéken, és sikerült a nullából újjáéleszteni a legnagyobb hazai magyar rendezvényt. Ma már az Egyesület központja és egyben a felvidéki magyarok egyik kiemelt találkozóhelye a Gombaszögi völgy. Alapvetően úgy gondolom, hogy a tömegélmény az valahol sikerélmény is, és mi ezt a magyar nyelven megélt tömegélményt szeretnénk az ideérkezőknek adni. Gombaszög! Mindenképpen a szívünk csücske a Gombaszögi völgy, meg a gömör. Ez a felvidéki magyar nyelvterületnek a kincses ládája. Felfedezett és felfedezetlen értékekkel. Számomra azok a nagy élmények, hogy hát én bevallom őszintén, tehát per gyerekkoromtól álmodoztam egy 500 éves térről. Egy ilyen tér kutatása ma már valóra vált álom. Ha valaki nagyon kéri és megtesz érte mindent, megadja a jóisten, vallja őrs. Gombaszögön a sűrűn benőtt bozót közül szabadították ki a középkori pálos kolostor romjait, melynek jelentős részét már feltárták, és belekezdtek az állagmegóvási munkálatokba is. Kiásásra került a templom hajója. Idén folytatjuk az egykori kolostorudvarral, a fortifikáció ismert részeivel, és belekezdünk a kolostorba is. 90%-os bizonyossággal állíthatjuk már, hogy Bebek György itt volt eltemetve. Megvan a templom, megvan a néhai kolostor udvarán található 8-szögletű kápolna. Kiástuk a kerengő folyosót, a paradicsomkertet, a kolostornak a kútját, kiástuk a néhai konyhát, a refektóriumot, valószínűleg egy szerzetesi cellát is megtaláltunk, egy északi bejáratot. Úgyhogy most már ez a feltárt helyszín egy olyan logikai egységet alkot, ahol végig tudjuk majd vezetni a tanösvény által az ide látogatókat. Elkezdeni példát mutatni, és aztán jönnek, majd csatlakoznak maguktól a fiatalok, és ennek egy ilyen kibontakozása, egy ilyen második lépcsőfoka volt az Árpádok nyomában projekt, aminek már 7 helyszínen, 7 ásatás, 7 külön kis közösség, önkormányzat, helytörténészek tudtak elindulni és belekezdeni egy kis saját projektbe. Az Egyesület a közösségépítés mellett emlékezetpolitikai projekteket valósít meg. Gombaszögön újraállították az elveszett fekete-hegyi tompa szobrot, újraöntötték a ledöntött lőcsei honvéd szobrot,
felújították az eperjesi Petőfi Tompa Kerényi obeliszket, megtalálták és idén újraállítják a Roskoványi Honvéd emléket. 2022-ben 10 év kutatómunka után jelent meg Szobor sorsaink című könyve, melyben a ma Szlovákia területén 1945 előtt keletkezett magyar vonatkozású emlékhelyek, köztéri szobrok és azok hányattatott, fordulatos sorsát mutatja be. Ezt a fajta kulturális tevékenységet, ami nem csak a papolásról, a valaminek való ellentmondásról szól, meg erről az örök csatározásról, ami most erre az atomizálódó társadalomra kifejezetten jellemző, ez a hirtelen haragúság, ez az örök acsarkodás, hogy ez mellett nem rossz azért, hogyha van egy ilyen kőről kőre, tégláról téglára építkezés, hogyha valaki ettől a közélettől, ettől a szűk értelembe vett politikától megcsömörlik, akkor a közéletbe találjon valami olyan fogódzót, amivel tud azonosulni. Orosz Őrs diákkora óta fontosnak tartja a társadalmi és a közéleti szerepvállalást. Hiszi, hogy kemény munkával változtatni tudunk saját közösségünk sorsán.